Sziasztok! Ma 2012-es kedvenceimet fogom nektek megmutatni. Rengeteg kérés jött, hogy miket rakjak bele ebbe a videóba, de ennek csak egy töredékét tudom beletenni, mert rengeteg jött. Mint minden kedvences videóba, most is kategóriákat állítottam föl, úgyhogy szerintem kezdjük is, mert nem lesz egy rövid videó. Kezdjük az olyan termékekkel, amiket nem tudtam semmilyen csoportba sorolni, inkább csak egy ilyen különc csoportot alkotnak együtt. A kategória első nyertese egy bazi nagy habfürdő. Ez a Lorin márkától van, és egzotikus, gyümölcsös illatú. Én ezt nagyon szeretem. Az egész fürdőszobában tényleg így ilyen trópusi hangulatot csinál az illatával, és nagyon jól habzik. Úgyhogy még egy kicsit benne maradva a fürdős dolgokba, ezt a tusfürdőt használtam a legtöbbször, ez az Avontól egy gránátalmás kiszerelés, amiből már elég csekélyke maradt, de ezt is el fogom használni. Furcsa, de tényleg emlékeztet az igazi gránátalma illatára. Parfüm? Az Adidas parfümét használtam. Látszik is rajta, hogy nagyon szeretem. Ez egy kicsit komolyabb illat, nem gyümölcsös, inkább a fűszeres kategóriába sorolnám. Ezután még egy kézápoló termék. Kézkrém a Nivea-tól. Szerintem ez az a termék, amit mindenki ismer, és szerintem szeret is. Kezdődhetnek a hajas dolgok. A legelső, amit már nagyon sokszor mutattam nektek, ez a ricinus olaj. Most szeretnék erről egy kicsit többet beszélni, mert minden videóm alatt van, aki megkérdezi, hogy ezt hogy kell használni, mennyit nőtt le a hajam, stb. Én ezt úgy szoktam használni, hogy belemasszírozom a hajtövekbe, a hajvégekbe, és az egész hajamra fölviszem, ebben alszok, másnap reggel pedig kimosom. Ennyi az egész. Nekem egy hónapban körülbelül 6 centit szokott nőletőni? Nekem egy hónapban 6 centit szokott nőni tőle a hajam, de ez persze egyénenként eltérő. Én mielőtt elkezdtem használni, körülbelül így vállig ért a hajam, és most már azért elég sokat nőtt tőle, ez körülbelül egy év alatt. A jövő évi kedvencekben is biztos, hogy benne lesz. Ennek nem magyaráznék túl sokat az illatáról, mert nagyon büdös. Én nem szeretném sokat vasalni a hajam, de valahogy néha így ilyen kényszerré válik, hogy ezt most muszáj kivasalnom, mert úristen, milyen lett a fejem. Ezért választottam egy ilyen hajegyenesítő krémet a Nivea-tól. Ez tényleg nagyon jó. Írtam már egy posztot róla a blogon, aki még nem olvasta el, az megtalálja lent a linket. A következő két hajápolási termék szerepelt már előző kedvences videókban is. Ez a Gliss-Kurnak egy kétfázisú hajápoló spréje. A másik pedig a már régen jól bevált Citrus Fresh a Head & Shoulders-től. Kezdődhetnek az arcápolós dolgok. Amiből már elég sok üvegnyi elfogyott, ez a Garnier-nek a gyümölcsvizes tonikja. Ebből a termékből már elég sok üvegnyit elhasználtam, de a videóra meg szerettem volna tartani az egyiknek a csomagolását, hogy lássátok, miről is van szó. Megvan. Következő két dolgon gyorsan csak átszaladok, mert ezeket már annyiszor mutattam nektek, hogy szerintem ti is tudjátok már, hogy miről van szó. Ez egy Clean and Clear arclemosó, és egy Avon Naturals arcradír. Szemkörnyék ápolásra az Avonnak egy ilyen barackos ápolóját választottam, amiben már alig van egy kevés, de biztos, hogy újra fogom venni, mert nagyon szeretem. Nekem eléggé hajlamos a szám a kiszáradásra, és nem is találtam rendes ajakbalzsamot, ezért egy gyógyszertárit vettünk. Elég erős ilyen gyógykrém illata van, de szerintem elviselhető, főleg, hogy egy nap alatt hat. A színe pedig elég fehér, szájon is ilyen színe van, de legalább gyógyít. Ez az ajakápoló még félig meddig az arcápolásba tartozik, de már a szájra való termékekhez is. Ez pedig a Fantának egy ajakápolója. Én nem nevezném annak, mert nem hidratál, de viszont nagyon szép fényessé teszi a száját. Én egyébként szájfényként szoktam feltenni, mert úgy sokkal jobb. Az illata, az íze és még a színe is olyan, mint az igazi Fantának. Előző kedvences videóknál kértétek, hogy a termékekből mutassak swatchokat is, úgyhogy most ezt meg fogom tenni nektek. A kedvenc rúzsam egy Color Trendes darab volt, amint látjátok, elég kevés van már belőle. Ma is ezt viselem, de van még rajta egy szájfény is, úgyhogy nem ez az eredeti színe. Még egy rúzs tetszett nagyon 2012-ben, ezt én csináltam itthon.
Egy enyhe rózsaszínes színe van. Szájfényből sajnos nem tudtam egyet választani, mert annyira sok van, és annyira szeretem őket, hogy... Szóval két szájfényt hoztam. Egy Essence-et és egy Miss Sportit. Ez a Miss Sporty szájfény nyáron az igazi, mert hűsítős, és igazából csak csillámok vannak benne, semmi extra nagy szín. Az Essence az XXXL Shine szájfény kollekcióból van, és már fogalmam sincs, hogy mi volt a neve, mert lekopott róla. Ennek pedig egy fényes lilás színe van. Ez a szájfény van azon a rúzson, amit mutattam legelőször. A szájról haladhatunk az arcra. Kedvenc alapozom, bár nem sokat hordtam, a Maybelline-nek ez az opál róz árnyalatú alapozója volt. Ha lehet látni, nagyon jó fedése van. Korrektorból a Color Trendnek a light árnyalatú korrektorát használtam legtöbbször. Szerintem meg is látszik rajta, mert nagyon kevés van már benne. Szintén nagyon jó a fedése. Pirosítóként a Miss Sportynek az In Bloom árnyalatú termékét választottam. Nagyon természetes hatást lehet vele kelteni, mert nem sokkal tél el az én bőrszínemtől. Az utolsó pedig egy ilyen házilag kotyvasztott olívaolajas pirosító. Ezt lehet egyébként szájra is használni. Elég pigmentált, és nem is jön le túl hamar. Ez egész napot kibírta rajtam. A számon nem, de az arcomon igen. Most következzenek a szemre való termékek. Próbáltam minél kevesebbet összegyűjteni, de azért annyira nem sikerült. Az első már jól ismert házi készítésű szemhéj alapozóm. Eldolgoztam az ujjamon, és ilyen fedése van. Egy teljesen átlagos dolog a szemre, ami szerintem mindenkinek van, ez a szempilla göndörítő. Kedvenc szemhéjpúderem következik, ezt használtam a legtöbbször, mivel iskola is volt. Ez az Essence-nek a Holographics kollekcióból a 43-as árnyalata. Igazán szép, csillogós highlighter szín. Még kértétek, hogy mutassam meg a kedvenc palettámat. Ez az Avon-nak egy natúrszínekből álló 8-asa. Ez teljesen jó, mert el is lehet belőle készíteni egy bulis minket, vagy egy teljesen hétköznapit is. Mindenre alkalmas tényleg. Én úgy szoktam, hogy ezt a színt viszem föl a mozgó szemhéjemre, ezt pedig a mélyítő vonalba, és el is van intézve a nap is mink. Most is ezt viselem egyébként, egy kicsi extrával, mert a szempillatöveket kihúztam, meg csináltam egy vékony tusvonalat, úgyhogy ennyi igazából. Most jöhet a tus, ez az Essence-nek egy zselé jellegű tusa, a 01-es Midnight in Paris árnyalat. Ez az igazi, mély, fekete szín. Nagyon tetszik. Szerintem mindenképp próbáljátok ki, mert iszonyat tartós, én leszedni is általában alig tudom, úgyhogy mindenképpen megéri ezt az 1000 forintot. Szemceruza a Kallos márkától van, black árnyalatban, amit most elég jól elrontottam, mert nem lehet csavarni, valahogy beragadt, vagy hát én nem is tudom, de ez egy egyszerű fekete szemceruza. Elég kevés volt már benne, úgyhogy nem is baj, hogy beragadt, mert már nem igazán lehet használni. De 2012-ben ez volt a kedvencem. Szempillaspirálból nem tudtam dönteni, ezért top 3, és mind a 3 az első helyen van. Az első hétköznapokra az Avontola Lux nevezetű szempillaspirál, ami barna, ezért a hétköznapokra teljesen megfelel. Egy egészen mély barna szín. Következő szempillaspirál, szintén Avon, szuper sok névre hallgat. Egy nagyon nagy keféje van, és hát fekete színe, amiből itt már csak egy maradvány látszik, mert egyébként sokkal mélyebb fekete, de már szinte nincs benne semmi, úgyhogy szegénykémtől meg kell váljak. Pápá, szuper sok szempillaspirál. Szia! Az utolsó spirál pedig a Maybelline-től a The Falsies Volume Express. Ezt 2012-ben teljesen kiürítettem, de a keféjét ezt megtartottam, hogy más spirálba belenyúlok, és akkor teljesen jól működik. Utolsó kategória azok a körmök. Én erre 4 darab lakkot hoztam. Mondjuk, hogy 5, de az egyik nem számít belőle, csak dupla tucba van csomagolásba. Ez egy Essence Trio Color Tree körömlak. Nem a lilát használtam, hanem ezt a fehéres csillámos színt, és az a nem, hogy
It's Just a Little Crush, hogyha valakit érdekel, esetleg meg tudja még találni a boltokban. A Liláról pedig az a véleményem, egy gyors vélemény nyilvánítás, hogy egy rétegben nagyon szép ilyen lila színe lesz, nem kell többször felkenni, teljesen fölösleges, nagyon szépen fed. És a sorba beállt még egy termék, amit már idén nem fogok tudni használni. Ez a Sissinek egy ilyen csillámos körömlakja. Ha látjátok, teljesen be van száradva, és ilyen kis trutymuty az egész. Tehát ilyen bleh, ragacsos, meg be van száradva. Egyébként, ha nem akarjátok kidobni az ilyen csillámos lakokat, én a körmömre dísznek föl szoktam ragaszgatni még másik lakkozás mellé. Tavaly nagyon rá voltam kattanva ezekre a csillogó színekre, ima a harmadik csillámos. Ez a Maybellinnek a mini koloráma kollekciójából az 54-es Cherry Sweet árnyalat. Csöppenj le, nem is fókuszálsz, jól van. Két rétegben kell fölvinni, hogy ezt a szép hatást kapjuk, ezt az igazán élénk pirosat. A legutolsó terméket, azt én nem mondanám igazi körömlaknak, mert ez csak egy díszítő lak. Elég vékony ecsettel rendelkezik, és Rose Nail a márkája. Benne lévő körömlak már sajnos beszáradt, de egy másikba belemártam az ecsetét, és tökéletesen tudok vele díszíteni. El se hiszem, de az egész sornak a végére értem. Miért hadonászok? Elég hosszú videó lesz szerintem, de azért remélem, hogy lesz olyan, aki végignézi, és hogy tetszett nektek. Ha bármi kérdésetek van a termékekről, vagy az árukról, akkor lent a kommentárba kérdezzétek meg tőlem. Ha van kedvetek, akkor kövessetek Twitteren, és lájkoljátok a Facebook oldalt. Mindenkinek még egyszer nagyon boldog új évet szeretnék kívánni, és remélem, hogy idén is velem tartotok. Sziasztok!